Balassi Bálint költészetéről és az Egy katonainek című versről fogok beszélni. Az Egy katonainek Balassi legismertebb, legtöbbet idézett verse. Általában úgy szokták értelmezni, mint olyan verset, amely a végvári életről, a végvári katona élet szépségeiről és nehézségeiről szól. Van egy kis baj. Sajnos Balassinak nincsenek igazi vitézi versei, amelyek a végvári életről szólnak. Ugyanis az Egy katonaénekben lefestett öltözé, harcmodor, fegyverzet, az egyáltalán nem a végvári harcok fegyverzete, öltözete, harcmodora. A végvári harcosok puskával, ágyúval, gránáttal harcoltak, és nem kopjákkal. A lovaikon nem voltak párduckápák, és sisakjaikon forgók. Ez a kelléktár, amely az Egy katonaénekben szerepel, inkább a lovagi költészet kelléktára, mintsem a végvári vitézek valóságos felszerelése. Ráadásul Balassi életidejében nem voltak végvári harcok. Béke volt a törökkel, és amikor elkezdődött a 15 éves háború, a költő Esztergomnál elesett. A vers tehát költészet, és nem kordokumentum. A tankönyvek kedvenc felosztása szerint Balassinak három verscsoportja van, a szerelmes éneket, az istenes éneket és a vitézi éneket. Ez a felosztás nagyon régi, még akkor is, hogyha hamis, a Balassi kódex másolójától származik 1610-ből. Ő azt írja, hogy kölem-kölem szerelmes énekek, kik között egynehány isteni dicséret és vitézségről való ének is vagyon. Azaz ez a közlés is világosan kimondja, hogy a verses kötet, az életmű nagy része, az szerelmes énekekből áll döntően, és csak egynehány isteni dicséret és vitézségről való ének van benne. Ráadásul vitézi éneket, vagy egy-két fölfogható verset Balassi 2-3-at, talán 4-et ír, de ezek is csak félig meddig szólnak a vitézi életről. Tulajdonképpen az Egy katonaének az, amely egészében úgy tekinthető, mint a vitézségről szóló ének. Ugyanakkor ez a hármas felosztás, ez a befogadás során nagyon erősen hatott. A befogadás a művek, a Balassi művek befogadásának különböző korszakait meghatározta az, hogy melyik verscsoportot részesítették előnyben. Az 1930-as, 40-es, 50-es években a népi közösségi költészetként is értelmezhető vitézi verseket kedvelték a legjobban. A 60-as évek derekától a szerelmes énekeket. A 19. század végéig, illetve az 1970-es évek végétől az istenes versek kerültek az érdeklődés középpontjába. Érdekesség, hogy a szerelmes verseket csak 1874-ben fedezték újra föl, így hát Petőfire, Aranyra vagy a 19. századi kortársakra nem hathattak, Adira, József Attilára már igen. Manapság tematikus csoportok helyett inkább a Balassi kódexben található szöveg ciklus és kötet kompozícióját szokták vizsgálni, és az egyes verseket e ciklus és kötet kompozícióban helyezik el. A saját kezével írott könyv önéletrajzi fikció, önéletrajzi mese. Ez nagyon irodalmi belügynek tűnik, hiszen az egész könyv nem nagyon tanítható, pedig a verses énregény talán még izgalmasabb, mint az egyes versek külön-külön. Hogy miről szól ez a regény? A hiszékeny hősnek a kudarcairól, melynek során létrejön a nagymű. Credulus, Balassi alakmása, a hiszékeny ember, aki mindenért lelkesedni, lángolni tud. Szóval milyen kudarcokról van szó? Mivel próbálkozott Credulus? Az ideális szerelem megvalósításával. Nem sikerült. A szerelmi szenvedélytől való megszabadulással. Nem sikerült. A keresztény házasság megvalósításával. Nem sikerült. Az Istennek szentelt élettel és költészettel. Nem sikerült. A végvári harcokban való helytállással és magára találással. Nem sikerült. Irodalmi kör alakításával. Nem sikerült. Kivándorlással és azzal, hogy a költészettel felhagyjon. Ez sem sikerült. Ugyanakkor az a hős, aki ebben a kudarc sorozatban megformálódik, az nem lúzer, hanem a kudarc rögzítés bajnoka. Ami létrejön, az a megváltásra és bűnbocsánatra vágyakozó esendő ember nagyszabású portréja.
A naciklus számszimbolika jellemzi. Balassi talán, egy feltételezés szerint, 3x33 versből álló versziklust akart alkotni. Erre az volt többek között, hogy a kötet kompozíció krisztusi korban, 33 éves korában kezdte el megalkotni. Végül a Balassi kódexbe 2x33, azaz 66 számozott vers került. A 33. éneknek meghatározó szerepe van az önéletrajzi kompozícióban. A hős házasságakor bűnbocsánatért könyörög benne. Ez a házassági vers ketté osztja a fiktív lírai énekrajzot, ugye a házasság előtti és a házasság utáni korszakra. Ugyanakkor végül is nem ez a 3x33-as kompozíció valósult meg, hanem egy töredékes kompozíció. A Szent Háromságra utaló szigorú számszimbolikát oldotta a költő, feladta a dantei katedrális kompozíciót. Kisebb, számozatlan versekből, ugyanakkor többnyire 3x3-as csoportokból álló alciklusokat, istenes verseket, célia verseket, török bejteket ékelt a számozott nagyciklusba. Így Petrarca dalos könyvéhez hasonló, töredékesebb, lazább kompozíció jött létre, amely az élet töredékességét, meg a vállalkozás töredékességét tükrözi. De azért végül is valahogy 99 meg 1 vers sikeredett, 100 vers. Az élet töredékes, nem tökéletes, megváltása teljesedésre vár, de titokzatosan mégiscsak meglett a 99. Nem célszerű a tematikus megközelítés, nincs sok értelme. A kötetben kitüntetett szerepű három himnusz a Szent Háromsághoz címe alapján tisztán istenes vers. De az első himnusz a lelki énekkel, a második a keresztény vitészséggel, a harmadik az erkölcsös házassággal dicséri Isten. Azaz mindenütt jelen van mindhárom téma, ugye úgy kerül ide az ének, a költészet, hogy Balassinál gyakori motivum az, hogy a megszabadításért, a bűnbocsánatért cserébe Isten nevének énekekben való dicséretét ajánlja föl egyfajta üzlet jegyében. Tehát mindenütt jelen van mindhárom téma, és hozzájuk negyedikként csatlakozik a költészet témája. Az egy katonaének is egyszerre vitézi, szerelmes és istenes ének. Istenes vers, hisz a vége fohász az áldásért. A keresztény vitéz, Krisztus katonája, azaz a lovag, pedig a hit harcosa is egyben. Itt is látszik, hogy Balassi költészete alapvetően a trubadur költészethez kapcsolódott, ami egy nagyon érdekes irodalomtörténeti vonatkozást világít meg. Magyarországon a reneszánsz költészet Janus Pannonius körül 100 évvel korábban jelent meg, mint a kora középkorra jellemző trubadur líra, amit Balassi 100 évvel későbben honosított meg. Tehát nálunk mint egy fordítva jöttek a divatkorszakok. Szerelmes ének volt ennek a versben, a kötetben elfoglalt helyéből derül igazán ki. A ciklus hőse az 58. versben végleg elbúcsúzik Júliától. Az 59. és a 60. versben más asszonyoknál keres vigasztalást. A 61. vers, a katonaének pedig dacból fordul Júlia és más nők helyett a vitézi élethez. A végek a legszebbek, nem Júlia. Ezt mondja a szerelmi dac. A 61. vers bizonyos szempontból kötetzárás is, mert utána csillag és prózai bejegyzés áll arról, hogy ide kerülnek az istenes éneket. Sokféle műfaji elnevezéssel jellemezhetjük az egykatona éneket, ezek egyúttal valamelyes értelmezések is. Ugye nevezték vitézi éneknek. In laudem típusú, a vallásos tavaszhimnuszokkal rokonságban lévő himnikus dicsőítő éneknek is nevezhetjük, ilyen a borivóknak való, vagy a széllel tündekleni című balassi versek. Az előbbiek jegyében értelmezhetjük a verset, mint a szerelmi dac költeményét, és eképpen búcsú éneknek. Istenes vers is, áldáskérő fohász. Trubadur éneknek is, szirventésznek is tekinthető, a szirventész egy eszmény dicsérete, illetve az eszmény képviselő hűbér úrnak. Szerez híveket. Tekinthető a vers életképsorozatnak is, de akár toborzó éneknek is. Emellett értelmezhető, mint a reneszánsz életbölcselet, az egyéniség kultusz verse is. Egy újabb értelmezés azt állítja, hogy valójában válsághelyzetben
elhangzó nosztalgikus visszatekintés ez a vers, egy letűnt életformára és életeszményre emlékezik. Ugye a lovagi eszményre, és nem a valóságosan jelenlévő végvári vitézségre. Valószínűleg minden felsorolt elnevezésnek, értelmezésnek van igazságtartalma. Vegyük mégis a legkézenfekvőbbet, a toborzó éneket. Egy életforma magasztalását és népszerűsítését. Tekintsük kissé szentségtörő, de a mai élethelyzetekhez közel álló módon katonaéneket reklámversnek, egy életforma reklámjának. Vizsgáljuk meg először a beszéd és szólás helyzetet. Az első és a kilencedik verszakban többes szám második személyben a vitézek szólítódnak meg. Tehát a vitézek megszólítása található az elején a versnek és az utolsó verszakában. Vitézek, mi lehet-e széles föld felett, szebb dolog az végeknél. A második, nyolcadik verszakban viszont a többes szám harmadik személy uralkodik. Az életforma fényes és árnyoldalainak apró képekkel, szituációkkal való bemutatása, reklámozása. Vagyis az elején, az első verszakban és a végén a versnek, a kilencedik verszakban a vitézekhez szól a beszélő. A másodiktól a nyolcadik verszakig terjedő részben a vitézekről beszél. Miért ez a kettősség? Szerintem a reklámpszichológia indokolja ezt is. A kívülálló, tárgyilagosnak rajzolt pozícióból meggyőzőbb a magasztalás. Az öndicséret büdös. Ezért csináljunk úgy, mintha akiket dicsérnénk, amit dicsérnénk, az rajtunk kívül állana. Az életformát jellemző veszélyek és negatívumok talán szintén a reklám hitelesítését szolgálják. Ez a vers nem tagad el semmit a vitézi életforma veszélyeiből, rémségeiből. Viadal helyeken, véresen, sebesen, halva sokan feküsznek. Sok vacsmadár gyomra, gyakran koporsója, vitézül volt testeknek. Talán az, hogy nincs megszépítve ez az életforma, ez hitelesebbé teszi a propagandát is. A vers szerkezete úgynevezett három pilléres verskompozíció. Pillér verszakai az első, az ötödik és a kilencedik. Miért tekinthetők ezek a verszakok pilléreknek? Egyrészt azért, mert az első és a kilencedik verszak előtt abban, a többitől, hogy nem a vitézekről, hanem a vitézekhöz szól. Mindhárom verszak erősen általánosít. Ezek nem életképek, nem konkrét életmozzanatokat idéznek. A kilenc szakaszos versben a legmagasabb fokú általánosítást a mértani középpont, az ötödik szakasz, azon belül is annak két középső sora tartalmazza. Emberségről példát, vitézségről formát, mindeneknek ők adnak. Előtte és utána példák állnak. Az általánosítás alapjai és bizonyítékai. De maga az általánosítás, ez a szentencia, ez a bölcsmondás. A konkrétnak és az általánosnak ez a váltakozása már az antikódákra is jellemző volt. Az általánosító verszakok között 3-3 életképi példázó verszak áll. A második, harmadik, negyedik verszak, utána jön az ötödik, az általánosítás, és a hatodik, hetedik, nyolcadik verszak, amelyek megint csak életképpel példázzák az életforma nagyszerűségét. Így a szerkezet tökéletesen szimmetrikus. Az imént idézett résznek is középpontjában áll a hírnév, latinul nomen kategóriája. Ez az ötödik és a kilencedik verszakot is összeköti. Az ötödik verszakban azt olvashatjuk, hogy az jó hírért, névért s a szép tisztességért ők mindent hátrahadnak. A kilencedikben pedig, kiknek ez világon, szerte szerint vagyon, mindeneknél jó neve. A hírnév az antik eredetű, az Iliászból ismeretes fogalom, a reneszánsz individualizmus fontos összetevője. Janus Pannonius költészetében is gyakran találkozhatunk vele. A hírnév e világi halhatatlanságot biztosít viselőjének. A vers értelmezhető úgy is, mint a reneszánsz önmegvalósítás, önkiteljesítés verse. A katonai szakmában elért tökéletesség egyúttal az emberi tökéletesség egy változata, a személyiség kiteljesítése. Annak a lehetőségnek a megragadása, amit az egyénnek a sors adott. Az emberség abban a szó kapcsolatban, hogy emberségről példát, itt nem jóságot, derekasságot jelent, hanem emberi mi voltunk megvalósítását. A verset jellemezhetjük údai hangvételű, dinamikus életképsorozatként. Elvileg ugyan az életkép nem ódai emelkedettségű, és inkább statikus, állóképszerű, mint
dinamikus, de a katonaének szépsége többek között éppen abból származik, hogy az említett három egymástól távoli összetevő ebben a versben egységbe ford. Először az ódai himnikus jellegről beszélek. Ódai emelkedettséget teremtenek rögtön a vers elején a megszólítások, aztán a 9. versszakban ez visszatér. A költői kérdés a vers elején és az óhajtó felszólítás a végén. Pátoszt teremtenek ezek a mondatfajták. Jellemző az ódákra, s erről már szó esett, az általánosítás példa váltakozása. Ódai hangulatot teremt a versben a sok tágasságot kifejező, tágasságot teremtő szó képzet. Vitézek, mi lehet ez széles föld felett? Szebb dolog az végeknél, holott kikeletkor a sok szép madár szól. Az nagy széles mező, a szép liget erdő sétáló palotájuk. Valami olyan tágasság nyílik a széles mezőtől, a széles földtől, a palotává változó világmindenségtől, ami ennek a versnek valami különlegesen magaslati levegőt kölcsönöz. A vers életképsorozat. A második, harmadik, negyedik versszak tartalmaz életképeket, és a hatodik, hetedik, nyolcadik. Katonai élethelyzeteket, eseményeket vázolnak fel ezek a szakaszok. Életképnek azért nevezhetjük őket, mert nem egyszeri eseményekről van szó, nem egy történetről, hanem ismétlődő, jellemző szituációknak a leírásai. Erre az ismétlődésre általános, tipikus voltra utal a gyakorta szó abban a sorban, hogy vitézeknek szíve gyakorta ott felbozdul. Vagy a negyedik verszak hogyha és midőn szavai, vagy a hatodik verszak ha súlyosan vagyon, az dolog harcokon. Ennek a sornak a ha szava és a harcok többes száma. Ezek az életképek azonban nem statikusak. Mi dinamizálja őket? Egyrészt a vitézek sok és sokféle mozgása. Például a negyedik strófában jó szerecse a lovak alattok ugrálnak, hogyha trombita ria, köztök kis strázsát áll, kilováról leszáll, nyugszik reggel, hol virra, midőn éten éjjel, csataviseléssel, mindenik lankacs fáradt. Több sorban van több ige, és a harmadikban több cselekvő is, ugye? Kis strázsát áll, kilováról leszáll. Peregnek a képek, rövidek a vágások. Az életképet dinamizálja ezen kívül a sok erős hangulati ellentét és az aránybillenés. A három pilléres verskompozíció merev szimmetriáját oldja az, hogy az első részben sokkal több pozitívumáról van szó az életformának, a második részben sokkal több negatívumáról. Mélypont és tetőpont egymás mellett szerepelnek. A magasztaló, áldáskérő 9. verszak a legmélyebbre zuhanó, éppen a halált emlegető 8. után szárnyalhat föl igazán hitelesen. Az életképek dinamizálásának más eszköze is van, és éppen talán ez a legfontosabb. Az, hogy a szakaszokon belül értékellentétek, szavak által kifejezett értékellentétek találhatók. A negatív értéktartalmú szavak ütköztetése a pozitív értéktartalmúakkal. Például csatán való éhség, szomjúság, nagyhévség, fáradtság, mulatságok. Vagy örvendeznek méltán, halva sokan feküsznek. A vers szépségét talán éppen a világ teljességének, a sors összetettségének a felidézése és elfogadása adja. A természet részvétlensége, a madara. Az első szakasz szép dalú, énekes madarai, és a nyolcadik szakasz dögevő madarai, így együtt. Petri Györgyöt idézve, a madarak az élet hírnökei, majd a halál és az elmúlás teljesen gyakorlatias jelképe is. Ő bennük testesül meg az élet teljes folyamata, története, ők a kapocs, az égi és a földi világ között. Ahogyan ezt a reneszánsz tágasság élményt a 20. századi költő Orbán Ottó a betegség nézőpontjából idézi, Isten szabadege, madarak serege, széljárta tágfényesség, legfényesebb nekem, aki nagy betegen, az erkéről nézek szét, röptében bemérve, szememmel kísérve egyet csapogó fecskét.